Sziasztok, Zsófi vagyok, és ebben a videóban egy saját készítés pálcát, Harry Potter pálcát fogunk csinálni, legalábbis fogok csinálni. És ne lepődjetek meg, de mivel csináltam hármat, ez az egyik. Szerintem az sikerült a legjobban, amúgy. Akkor van egy fekete. És van egy fehér. Nos, én már sok külföldi emberkénél látom ezt a fajtát. És én is onnan láttam, de gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy én hogy csinálom, és hogy bénázom. Amire szükségetek van, az egy ragasztópisztoly, és egy kínai evőpálcika. Ugye a kínaiba tudtok ilyet venni, ha akartok. És hát szerintem tegyük is el. Azt el akarom mondani, mielőtt neki kezdek, hogy nem akarom utánozni semmelyik YouTube-et. De úgy gondoltam, mivel nagyon sokan szeretik a Harry Potter-t, és ő a klasszikus, sem megy ki a divatból, ezért nem tudom én, hogy hogy csinálom bénázva a varázspálcát. És tanulunk. Szóval igen. Szóval lássuk neki. Én úgy gondoltam, hogy a vékony részét meghagyom. És most egy madzapászát csinálom, ami ugye a dánudolé volt. Na, de akkor nem is pofázok annyit, és lássuk. Így ezt. Meg körbeizélitek. Ja, igen. Nálam a izé szója, mint a Raffaello, többet mond minden szónál. Nem, véletlenül se nyúljatok bele a ragasztópisztolyba, mert megégetitek magatokat. Szerintem tök menő lett. És ha van lehetőségetek, akkor ha végeztetek, rakjátok felesleges olyan pohárba, ami már nem használtok.
ami megszárad a ragasztó. De nem lett olyan jó, mint vártam, de hát. Ez van. Mingálium levi ósza! Most már nagyon lányos lett, de nekem nagyon tetszik, amúgy szerintem. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, vagy iratkozzatok fel, ha akartok. És ha akartok még ilyen tőlem ilyen bénázásokat, vagy tőlünk kollégával, akkor írjátok nyugodtan kommentet, és hogy mit csináljunk esetleg ragasztópisztolya, mert biztos nektek is van sok ötletetek. Szóval ti fejetekben is van pár ötlet, biztos vagyok benne, és mindenkinek kellemes új évet, és a 2018 számunkra nagyon-nagyon-nagyon jó lesz. Sok meglepetést látogatunk. És Zsófi voltam, legyetek jók, sziasztok!